A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület az igényekre alapozva szervezte meg a hely, ahol élünk, első Békési Városvédő sétáját, amely Békés főterét mutatjuk be első körben. Én szeretettel köszöntök mindenkit, Fábián Judit vagyok a Békési Városvédő és Szépítő Egyesülettől. Elsősorban az Egyesületünk 1989-ben azzal a céllal jött létre, hogy Békés kulturális örökségét, akár tárgyi örökség, akár szellemi örökség megőrizze, feltárja ezeket az értékeket, és megőrizze valamilyen szinten az utókor számára. Ezt tesszük olyan formában, hogy például kiadványokat jelentetünk meg, képeslapokat jelentetünk meg, illetve az utóbbi időben városvédő, városismertető sétákat is szoktunk tartani. A mai városvédő sétának az lesz a menete, hogy elindulunk innen a központi résztől, egy kicsit bemutatom önöknek a katolikus templomot, a keresztet, az Artézik utat, illetve a séta következő állomásával átvonulnánk a református templom elé, az emlékművekhez. Ott egy kicsit több időt töltenénk, mint egy negyed órát, ismertetném a városházának az érdekességeit, a kollégiumnak, az emlékműveknek az érdekességeit, alapvetően az épített értékekről lenne szó, és végül a séta a másik oldalon a bérháznál zárulna. Ez körülbelül egy 45 perc, egy 3/4 óra lesz, és egy lájtos sétáról lenne szó. A kiinduló pont pedig az a hely, ahol most állunk, Békésnek az egyik legrégebbi része. Képzeljék el azt, hogy 1711-ben Békés újra népesedett. Bizonyítottan háromszor néptelenedett el a település, és 1711-ben egyetlen nap alatt újra települt a város olyan szinten, hogy egy újjáülésről beszélhetünk. Ez egy nagyon rövid, egynapos folyamat volt abból a szempontból, hogy Kabai Dániel református lelkész beiktatták a hivatalába, ezzel a város egyházi, illetve világi közigazgatása egy nap alatt újjá alakult. Azért mondom, hogy újjáülés, mert ez egy nagyon rövid időtartam. Azért nem mondom, hogy újjá népesedés, mert az egy hosszú, több generáción áttartó folyamatot jelentene. Békés esetében, hogyha az 1711-es évszámot nézzük, és az 1790-es évek végét, akkor meglehetősen nagy különbség van a látottak közt. Gondoljanak bele abba, hogy 1711-ben itt szinte semmi nem volt. A szatmári békét követően, a török kiűzését követően volt lehetősége arra, ennek a településnek, illetve még akkor csak kezdeménynek, hogy itt újabb élet alakuljon ki, az emberek megtelepedjenek és felépítsék az életüket. 1711-et követően, mintegy 100 év alatt eljutottak a békésiek oda, hogy felépüljön a katolikus templom, felépüljön a református templom, illetve a görög-keleti templom. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy, erős folyamat ahhoz képest, hogy a semmiből építkeztek fel az itt élő emberek, és ez mutatja azt, hogy akik itt éltek valaha, és visszajöttek a török kiűzését követően, mennyire akartak itt élni, mennyire szerették ezt a helyet. És én azt gondolom, hogy végtelenül jó, hogy mi ezeket az épületeket még a mai napig is láthatjuk. A mai sétánknak, tehát ez a tér lenne a kiinduló pontja az Artézik úttal, illetve a katolikus templommal együtt. Tudni kell azt, hogy a katolikus templom 1795-ben épült fel, és az egyik műemlékünk. Körülbelül 30 műemlék található Békésen, és a katolikus templom az egyik műemlék. A katolikus templomot 1795-ben avatták fel. 1792-ben tették le az alapkövét, és képzeljék el azt, hogy Hidasi Jakab volt az, aki megáldotta ezt az alapkövet, és 3 év alatt épült fel. Összesen 3 év kellett ahhoz, hogy 1795-ben felkerüljön a templomgömb a toronyra. A katolikus emlékhelyeknek ez egy kezdőpontja Békés városában. A katolikus emlékhelyeket egyedi módon úgy kell elképzelni Békésen, hogy egy képzeletbeli tengelyt kell elképzelnünk, ezzel a kiinduló ponttal. Én mutatnék közben egy fényképet, hogy valamikor így nézett ki a katolikus templom. És figyeljék meg, hogy előtte található egy márványkereszt, éppen az a márványkereszt, ami ott látható. Én ezt körbe is adnám. A katolikus emlékhelyek esetében egy tengelyt kell elképzelni. Itt található a katolikus templom, és képzeljék el azt, hogy vele szemben található a katolikus temetőben a Jantyik kápolna. Egymásnak a tükörképei. Mindkét kápolna, illetve templom előtt található egy feszület, egy kereszt.
És jól mondom, mert az előttünk lévő márványkereszt valamikor még a 47-es főút kiépítés előtt, éppen a bejárat előtt volt található, de annyira szűk volt a hely, hogy muszáj volt áttelepíteni a kerítéssel együtt. Hogyha nézzük továbbá a katolikus emlékhelyeket, akkor mindkettő előtt, tehát ott volt valamikor a feszület, illetve a kereszt, és előtte voltak a stációk, közte volt az út és egymás tükörképei. Békésen összesen 13 stáció van. Általában 14 stációt szoktak emlegetni valamennyi városban, az emlékhelyek vonatkozásában. Békés ebből a szempontból egyedi. A 13 stáció megtalálható a katolikus temetőben, de a 14. stáció itt van bent a katolikus templomban. A 14. stációt úgy kell elképzelni, hogy önmagában nem egy felépítmény, hanem egy festmény. Jantyik Mátyás, nem csak békési hírnevű, hanem egész Európa hírnevű festőművészről van szó. Ő 1903-ban halt meg Békésen, és nagyon nagy szenvedések között vesebajban halt meg. Jantyik Mátyás önmagáról festette meg a 14. stációt, mégpedig a keresztre feszített Jézus található ezen a festményen, és bent található a katolikus templomban. A stációk érdekessége az, hogy ugyanúgy, ahogy a katolikus temetőben lévő Jantyik kápolna, a keresztút, az előtte látható feszület, mind a Jantyik család nevéhez köthető. Ők voltak, tulajdonképpen egy gazdag, földbirtokos családról van szó, és nekik köszönhetők valamennyi katolikus emlékhely. A képzeletbeli tengelyünk részese tehát a mellettünk található márványkereszt. A márványkeresztnek az az érdekessége, hogy az egyik legrégebbi emlékműve Békésnek 1824-ben állították, mégpedig az Orlef család. Békésen ezzel a névvel nem találkozhatunk, mert egy bécsi családról van szó. Orlef János Békésen élt évtizedekig, Bécsből került ide Békésre, de sajnos nincs adatunk arra, hogy egyébként milyen úton, módon jutott Békésre. Évtizedekig Békésen élt, és a testvére, Orlef Károly volt az, aki ezt a keresztet állítatta. Bécsből származik a rajta található feszület, mintegy 80 kg-ot nyom ez a feszület, és a kereszt önmagában, illetve a márvány kereszt, az pedig piszkei márványból készült. A piszkei márványnak van egy jellegzetessége, mégpedig ez a rózsaszínes, erezetes külső. A kereszt 1824-ből származik, a feliratnak a maradványai még a mai napig is láthatók az alján, a talapzatán, és ahogy mondtam, és látható a korabeli képeslapon, éppen a bejárattal szemben volt található. A katolikus emlékhelyek meghatározó pontja a városnak, és tulajdonképpen Harukán János György volt az, akinek a nevéhez köthető, hogy városunkban még mai napig is láthatók ezek az emlékhelyek. Az 1720-as években ő kapta meg katonai szolgálatai ajándékaként az uralkodótól Békés vármegyét, és ő volt az, aki ide munkásokat hozott, családokat telepített, és az ő patronálása alatt épülhetett meg a templom. Ezt a templomot több esetben Wenckheim családnak tulajdonítják, vagy Wenckheim templomnak is nevezik, éppen azért, mert a Harukán család házasodás révén, a Harukán családtól házasodás, illetve örökség révén került a Wenckheim családnak a tulajdonában, ezért nagyon sok helyen Wenckheim templomként említik. Emléktábla is található arról, hogy a Wenckheim család állítatta, vagy legalábbis segítette az állítatást a templomban. A tér mellett található az Artézi kutunk, amely 1914-ből származik. A város eldöntötte a századforduló környékén, hogy artézi kutakat létesít a városban. Minden háznál, a legtöbb háznál volt ásott kút, azonban a központi helyeken nem volt kút. Békés területe artézi vizekben gazdag terület, és több helyen is próbálkoztak a próbafúrásokkal. Az első próbafúrás a kollégium vagy a városháza közötti területen volt található, amely az első próbafúrások egyike volt, de ez nem sikerült tartósnak, mert nem volt olyan mélységű, ahonnan tiszta és fogyasztható víz származott volna. A következő próbafúrást itt végezték a főtéren, és ezen a helyen.
A próbafúrás 1914-ben egy pályázat alapján valósult meg, mégpedig a város országos napilapban meghirdette a pályázatot, és Czol Demeter orosházi kútfúrómester volt az, aki ezt a pályázatot elnyerte. Hogyha mai szóval használjuk ezt a kifejezést, akkor ő adta a legelőnyösebb ajánlatot a kútfúrásra. Tudni kell, hogy 720 méter a talpmélysége ennek a kútnak, és vörös fenyőből építették ki a föld alatt található részeket. De honnan származik, honnan van a vörös fenyő? Hogy jutott el Békésre a vörös fenyő? A körösökön úsztatták le a vörös fenyő cölöpöket, mégpedig Erdélyből. Egészen Erdélyből származnak a vörös fenyő cölöpök, és el lehet képzelni azt, hogy az elmúlt 100 évben, illetve még annál is több időszakban, vajon a föld alatt ez a vörös fenyő, hogy mennyit változott, mennyit romlott, van-e egyáltalán belőle, van-e maradványa. Hogy került a vörös fenyő Békésre? Békésnek van két jellegzetes utcája, Fábián utca és a Hőzsö utca. A két körös, a fehér körös, illetve a fekete körös összefolyása közelében volt két fatelep, két fakereskedő, mégpedig Hőzsö János és Fábián Jánosnak a telepe volt azon a részen található. A vörös fenyőket pedig az ő közreműködésükkel szállították, úsztatták le a körösön ide Békésre. És képzeljék el azt, hogy egészen a főtéri hídig tudták a körösökön úsztatni ezeket a facölöpöket, és onnan pedig szekérrel szállították erre a részre. Az Altézik útnak a felépítménye a vörös fenyőből készült váz, illetve a föld alatti részek is. A föld alatti rész nem látható ugyan, de maga a felépítmény az látható. Az Altézik út 1914-es próbafúrása olyan sikeresnek bizonyult, hogy néhány évvel ezelőttig a kútból még fogyasztható víz volt. Mintegy 34 fokos volt a víz, de technikai pénzügyi okok miatt sajnos még nem sikerült helyreállítani ezt a kutat, de reméljük, hogy a jövőben ez sikerülni fog. Az Altézik út tulajdonképpen Békés egyik központi része. Láthattuk, tudhatjuk, hogy mennyire a közösség része, milyen sokan fogyasztják a vizet, annak ellenére, hogy ez nem is ásványvíz, nem is ivóvíz, ez altézi víz. A békésiek mégis számtalan alkalommal járnak ide, és jártak ide, és felkeresték ezt a vizet. A sétán következő állomása a református lesz, illetve az emlékművek, a világháborús emlékművek, hogyha esetleg lenne valakinek kérdése, nem tudom, hogy akkor szerintem tovább is sétálhatunk a következő emlékhelyre. Az épített értékeink következő állomása a református műemléktemplom. Békésen több műemlék is található, többek között az egyik a református műemléktemplom, 1775-ben épült fel. A református műemléktemplom, mint azt láthatják a képen is, 1904-ig egy kisebb tornyú templom volt, egy kisebb tornyú építmény volt. Ahogy növekedett a lakosság, ahogy növekedett a híveknek a száma, folyamatos igény volt arra, hogy egy nagyobb térben kellene, hogy részt tudjanak venni az Isten tiszteleteken. Az 1900-as évek végén jelentős mértékben átalakult a templom, bővítették a belső tereket, egy teljes szinttel megemelték a templomtornyot, ez mind 1904-1905-höz köthető. A református templom az elmúlt évszázadok alatt több alkalommal átalakult, átépült, és ezt a mai formáját tulajdonképpen 1905-től eredeztetjük. A református templom műemlék, és mellette nagyon fontos, hogy műemléki környezete is van. A műemlék és a műemléki környezet jogszabály által foganatosított. Ez azt jelenti, hogy a jogszabály mondja meg azt, hogy mely épület lehet az, mely építészeti érték lehet az, amelyet műemléki lehet nyilvánítani. És ez egy különlegesség, hogy a templom környezete is műemléki környezetnek minősül, ez azt jelenti, hogy például a református esperesi hivatal, a mindenkori református lelkésznek a szolgálati lakása, az első-második világháborús emlékművek, illetve a Széchenyi térnek ez a része műemléki környezetben található. A református templom mellett található az első világháborús emlékmű. Az első világháborús emlékműre mintegy 10 évet kellett várni az első világháború kitörését követően. 1924. november 9-én volt az avatása.
1910-20-as években ez a tér meglehetősen kopár tér volt, nem voltak a fák, azonban volt néhány épület, amely már akkor is állt. Ilyenek voltak például a templomok, a nagyház, az előttünk található nagyház, Jancsik Mátyás Múzeum, illetve a városháza épülete is. Az avatáskor itt volt szinte valamennyi békési család, mert sajnos mintegy 700 név került fel a világháborús emlékműre, több mint 700 család siratta a férjet, az apát, a testvért. Az emlékmű 2014-ben megszépült, éppen akkor, amikor a centenárium volt, és az oldalára vésett nevek megújultak, egy márvány táblán, egy márvány felületen kerültek rögzítésre a nevek, nagyon sok család találott ismerős nevet sajnos. Az első világháborús emlékmű Pásztor János gyomai származású szobrászművész alkotása. Pásztor János az alkotást a saját családjáról mintázta, és látható a három figura, a katona, aki éppen a frontra indul, az őt átölelő felesége és a lábuknál játszó gyermekük. A világháborús emlékmű nem egyedülálló ebben az országban. Képzeljék el azt, hogy van egy Iker testvére, mégpedig Kiskunlacházán. Kiskunlacházán ugyanaz a szobrászművész alkotása látható, ugyanúgy Pásztor János alkotása, minimális eltérések vannak a két szobor között, és további hasonlóság, hogy ez az emlékmű éppen a református templom mellett található, és Kiskunlacházán pedig éppen a református templomnak a kertjébe. Tehát valószínűleg, hogy azonos elvek alapján került elhelyezésre a világháborús emlékmű. Az emlékművön látható egy évszám 1914 és 1918, az első világháborúnak az éve. De képzeljék el azt, hogy egy pár évvel ezelőttig még a második világháborúnak az évszáma is látszódott rajta, és hogyha megnézik, akkor látszódik egy kis világos folt, és én úgy gondolom, hogy ezt pár évvel ezelőtt a renováláskor távolították el. Ennek az lehetett az oka, hogy amíg első világháborús emlékmű mintegy 10 év alatt lett a városnak, a második világháborús emlékműre évtizedeket kellett várni. A második világháborús emlékmű itt található mögöttem, és hogyha felülről néznénk rá, akkor egy kereszt alakot formálna. Előttünk található a szár, és a keresztnek a négy ága pedig velünk szemben a végében található, és a központi magja a törött harang. A Városvédő Egyesület az 1990-es években célul tűzte ki azt, hogy a második világháború áldozatainak egy emlékművet állít, de ez nagyon hosszú munka volt, mert a névsort össze kellett valahogy állítani. Hónapokon keresztül a Békés Újság hasábjain keresztül ment a felhívás, és mintegy 680 név került fel a táblákra, mintegy 680 nevet sikerült összegyűjteni. A gyűjtés azért volt nagyon hosszadalmas, mert évtizedek kellettek ahhoz, hogy egy-egy elesett személyt anyakönyvezzenek. Ennek részben az volt az oka, hogy a családok nem akarták elhinni azt, hogy a szerettük odaveszett a háborúba. Vagy nem találták meg, lehet, hogy idegen földön nyugszik, és nem tudható az, hogy hol van a végső nyughelye. És amikor az anyakönyvek, halotti anyakönyvek alapján összeállításra került a lista, képzeljék el azt, hogy még évtizedekkel később is találtunk olyan bejegyzést, például az 1970-es, 80-as években, ahol holttá nyilvánították hivatalból az adott személyeket, mert egyszerűen tudtuk azt, hogy hadszolgálatra behívták, kint volt a fronton, de sosem tért haza, és hivatalból nagyon sok személyt nyilvánítottak holttá, de meglehetősen nagyon soká, tehát évtizedekig. Amikor a második világháborús hősöknek a neveit kerestük az anyakönyvek között, több olyan első világháborús nevet is találtunk, akiket még azokban az évtizedekben jegyeztek be. A törött harang 1996-ban került elhelyezésre ezen a központi helyen. Keleti György, akkori honvédelmi miniszter avatta föl, és Galambos Sándor öntőmesternek a munkája. A törött harang valamennyi értelemben a töröttséget szimbolizálja, az életnek a töröttségét, az embereknek a töröttségét, és 1998-ban egészült ki az emlékmű. A mellette látható két sorban nevek vannak bronztáblákon,
Ezek azok a nevek, amelyeket a Városvédő Egyesületnek sikerült összegyűjtenie. Egyetlen egy tábla van a névsornak a végén, itt újra kezdődik a névsor ABC sorrendben. Néhány évvel ezelőtt anyakönyvek alapján sikerült még ennyi nevet összegyűjtenünk, akik bizonyítottan a fronton haltak meg. Mindkét emlékműnek érdekessége vagy sajátossága, hogy felekezetre tekintet nélkül valamennyi nevet tartalmazza. Tehát nincs katolikus, nincs református, csak elhunyt katonák szerepelnek ezeken a táblákon. A II. Világháborús nevek közül én egyetlen egyet emelnék ki, ami nagyon szembetűnő, mégpedig Goldberger Lajos nevét, mert Goldberger Lajos névnél található 10 árva adoptált gyermek. Rendkívül egyedi az, hogy emléktáblákon megjelenjen egy ilyen vagy egy hasonló felirat. Goldberger Lajos Békésen volt gyógyszerész. Az ő patikája a Pennivel szemben lévő, most ügyelet van az épületben, egykori tüdőszűrő volt ott talán. Abban az épületben volt a patika. Goldberger Lajost deportálták a 10 árva fiúval együtt. A sorsukról nem tudunk, feltételezzük, hogy ők már nem tértek haza. A II. Világháborús emlékmű befejezéseként 2018-ban egy Málenki robotos emléktáblát állítatott a város, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Felkerültek rá azoknak a békési német származásúaknak, sváboknak a nevei, akiket elhurcoltak Málenki robotra a Békésről. Jó. A Málenki robotos emléktábla itt található. Tudomásunk szerint néhány névről van szó, és levéltári kutatások alapján sikerült összeállítani a listát. Én úgy gondolom, hogy egyik lista sem lehet teljes. Sem az első világháborús, sem a második világháborús lista nem lehet teljes, sem a Málenki robotos lista sem lehet teljes. Valószínűleg, hogy több év kell még ahhoz, hogy egy listát lehessen véglegesíteni, de ahogy mondtam, láthatják, hogy évtizedek kellettek ahhoz, hogy egy listát össze tudjunk állítani, illetve valamilyen formában meg tudjuk jeleníteni azokat. Láthatják a képen, hogy ez a tér, hogyha megfordulunk, éppen a kollégiumot mutatja, és a városházát, aminek a helyén egy egyszintes kis épület volt található 1904-ig. Városháza, illetve akkori községháza, illetve a kollégium épülete. A városháza épülete, a mostani épület 1904-ben épült fel, addig egy egyszintes kis községháza volt itt a tisztviselőknek a székhelye. A városháza 1904. december 23-án került átadásra, és abban az időben már létezett építési napló, és az építési napló utolsó bejegyzése az december 23-án, hogy a városháza teljes mértékben kész az átadásra, egyetlen kivétellel az első emeleti erkély betonozása nem valósulhatott meg, mert akkor már akkora fagy volt, hogy a munkákat nem tudták elvégezni. Ez az építési napló utolsó bejegyzése. A városháza épülete szintén műemlék épület, jogszabály nyilvánította műemléké, számos emléktábla található rajta, illetve Irányi Dánielnek a mellszobra is megtalálható az épületen. Irányi Dánielről tudni kell azt, hogy nagyon hosszú időn keresztül, mintegy 20 éven keresztül volt Békés országgyűlési képviselője. Neki nem csak mellszobra, de emléktáblája is található a városban. Egy sajátosság, hogy a városháza padlásán patkós orrú denevérek élnek. Védett állat, de tudjanak róla, hogy a városban székhelyként használják a városházának a fenti területét. A következő állomásunk a Széchenyi térnek az a része lesz, ahol a Jancsik Mátyás Múzeum található. Én arra kérem önöket, hogy sétáljunk át arra a részre. Békésnek 1861 óta van olyan tere, amit gróf Széchenyi Istvánról neveztek el. Ennek az az érdekessége, hogy Széchenyi halálát követően országszerte, illetve birodalomszerte Békés képviselő testülete volt
talán az első az, aki Széchenyiről közterületet nevezett el. Azóta ennek a közterületnek a neve folyamatosan Gróf Széchenyi István tér. 2001-ben érkezett egy felajánlás a városba, mégpedig Nagy Sándor békési származású, de hódmezővásárhelyi szobrász volt az az ember, aki úgy döntött, hogy Békésnek szüksége van egy Széchenyi szoborra, egy Széchenyi mellszoborra. Az ő adománya, illetve felesége Kenéz Julianna adománya ez a mellszobor. Ajándékba adta ezt a szobrot ennek a városnak, és egy művészházaspár, egy csongrádi művészházaspár alkotásáról van szó, mégpedig Lantos Györgyi és Máté István alkotása. Amikor a szobor elkészült, és el kellett gondolkozni azon, hogy vajon hol lehetne elhelyezni. Hol lehetne elhelyezni, hogy látványos is legyen, uralja is a teret, és mindenki által megközelíthető legyen, akkor a művészházas pár elutazott ide hozzánk Békésre, és megnézték a lehetséges helyszíneket. És amikor ide eljöttek erre a térre, alapvetően Széchenyi tér, Széchenyi szobor, ez egy alapfeltétel volt, azt szerették volna, hogyha valahol a Széchenyi téren kerül elhelyezésre, de akkor azt mondta a művészházas pár, hogy ha Széchenyi a saját korában itt járt volna Békésen, akkor biztos, hogy láthatta volna a református templomot, biztos, hogy láthatta volna a kollégiumot és a nagyházat, ahol jelenleg a Jantyik Mátyás Múzeum üzemel, és ezért erre a helyre esett ez a választás. Úgyhogy ez egy további érdekesség Békés helytörténetéből, illetve helyismeretéből, hiszen naponta elmegyünk a szobor mellett, sietünk, és lehet, hogy észre sem vesszük. És számtalan helyi érdekesség van, számtalan városismereti, helytörténeti érdekesség, illetve információ van, ami itt van velünk, itt él velünk, úgyhogy ennek a sétának az is a lényege, hogy egy kis időt szálljunk ezekre a fontos kérdésekre. A sétán következő állomása a nagyház lesz, illetve a Jantyik Mátyás Múzeum, és azt követően a bérház. Szerintem sétáljunk is arra. A sétánknak jelen állomásánál a Jantyik Mátyás Múzeum előtt állunk. 1971 óta működik itt a múzeum, de alapvetően a nagyház azért kapta ezt a nevet, mert az 1850-es évek környékén épült, és a környező házakhoz képest ez egy monumentális épület volt, hiszen többszintes volt, kiemelkedett a tömegből a kis parasztházak mellett, és a mai napig is ezt nagyháznak nevezzük. A Wenckheim családnak az uradalmi intézője lakott ebben a házban, hatalmas borospince található alatta, a földszinten volt annak idején az intézőnek a lakása, ott voltak az irodák, illetve az ügyintézés, és az első emeleten volt a szolgálati lakás. Eredeti a padlástere. Vörös fenyőből készült, ugyanúgy az Erdélyből származó vörös fenyőkből készült a padlástere, és rendkívül egyedi az, hogy három szintű a padlástér. Két szint, két emeletes, teljes emelet, és a harmadik szintnél az embernek olyan érzése van, mintha az befejezetlen lenne, de az nem befejezetlen, hanem szellősé alakították ki, mert a terménytárolás fölött ott szárították a gyógynövényeket egész nyáron, illetve egész télen. A nagyház, a nagyházat a Wenckheim család építette, és 1945-ig volt a család tulajdonában, akkor államosították ezt az épületet, majd éveken keresztül üresen állt, és 1970-es években, amikor a múzeumot alapították, azt követően került sor arra, hogy a múzeum egyik telephelye itt kapjon helyet. Itt van a Jantyik Mátyás Múzeum. A Jantyik Mátyás Múzeumon több emléktábla is található, például Banner János emléktáblája, Durkó Antal emléktáblája. Durkó Antal volt például a múzeum alapító, aki saját magángyűjteményéből indította meg a múzeális tevékenységet, és egy több telepből álló, több helyszínből álló múzeális intézményt sikerült kialakítani az elmúlt évek során. A múzeum következő egysége a galéria, amely már a bérházban található. A sétán következő és egyben befejező állomása a bérház lesz. Én arra kérem Önöket, hogy sétáljunk tovább a bérházhoz. A sétánk utolsó állomása a bérház. De miért nevezzük bérháznak, amikor jelenleg galéria működik benne, illetve könyvtár működik benne? A bérházat az 1880-as években döntötte el a város, hogy épít magának egy bérházat, mégpedig azért, mert a képviselőtestület azt remélte, hogy ha épít egy olyan monumentális épületet, például egy szállót,
aminek az alján kiadó helyiségek lehetnek, akkor abból valamilyen szinten bérleti díjat szerezhet. A bérház gondolata az 1880-as évek környékén kezdett el formálódni, abban az időben, amikor a vasút is kérdés volt, hogy vajon hol menjen el a vasút, Békésen keresztül, vagy ne Békésen keresztül, és az akkori képviselőtestület erre a dologra készülve úgy döntött, hogy a város központjában bérházat épít. A bérházat megpályáztatták szintén, és Benedikti József volt az a tervező, akinek végül is a pályamunkáját elfogadták, és a pályamunkákat megküldték az Országos Építészeti Hatóságnak, és képzeljék el azt, hogy a bíráló bizottság tagjai között volt például Steindl Imre, aki jóvá hagyta ezeket a terveket. Benedikti József eklektikus stílusban tervezte meg ezt az épületet, és 1886-ban készült el véglegesen, és 1887. januárjában volt a nyitó bál, amelyet az épület tiszteletére tartottak. 1887-ben ez volt az első olyan épület Békésen, amelyben villannyal világították meg a báltermet. Nem gyertyával világítottak, hanem villannyal. A bálnak a fővédnöke gróf Wenckheim Frigyesné volt, ő volt a bálnak a lady patronesse, ő anyagilag és erkölcsileg is támogatta magát a rendezvényt. Az épület érdekessége szintén, hogy műemlék, illetve az, hogy rengeteg freskó volt benne látható. A jelenlegi galéria területén, ahol most egy zöldre festett mennyezet látható, ott volt egy monumentális freskó. A freskó Vastag György alkotása, de ma már nem látható sajnos. Az eredeti freskóról fényképeket nem találunk, tehát én a mai napig sajnos nem láttam fényképet, leírás készült róla. És a freskót egy Hungária nő alak volt látható, balján és jobbján volt látható két angyal, amely a magyar koronát tartotta, és a címer is rajta volt látható, a kékék voltal, illetve csillagokkal és a holddal. Ezt az alkotást az 1950-es években megsemmisítették, mondván, hogy nem illeszkedik az akkori ideológiához, de sajnos kép nem maradt fent róla. A bérházat, hogyha megtekintik, vagy hogyha járnak az épületben, akkor látható az, hogy számtalan helyen a város címere kifaragásra került, akár az ajtókon, a nagyteremben, akár a külső felületen, akár a homlokzati részen. Az egyetlen olyan épületünk, ahol több tízesével fordulnak elő a címerábrázolások. A bérház az 1978-as földrengésig egy stabil épület volt, azonban annyira megrongálódott, hogy azóta már nem lehet nagy rendezvényeket tartani, ahol több száz ember is megjelenne, hanem csak egy korlátozott számban, úgyhogy az épület még most is emlékszik arra az 1978-as földrengésre. A sétánk utolsó momentuma pedig éppen itt látható mögöttem, ez a postapalota. A postapalota 1929-ben épült, és jegyeiben tulajdonképpen nem változott. Látható a bejárat fölött még a címer, és mellette található a zsíri szabóház. A sétánknak ez volt az utolsó állomása. Én megköszönöm mindenkinek, aki velem tartott, és szánt egy kis időt arra, hogy a város helyismereti, helytörténeti érdekességeit megismerje. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki velem tartott. Örülök. Köszönöm szépen. Tervezzük a folytatást. Minden hónapban legalább egy ilyen alkalmat szeretnénk szervezni, így a nyári időszakban, őszi szünetig bezárólag.